most el a lábát, kicsit tett a gajékra az agyad. Lassíts le egy percre, ember, leelőzted magad. Miként lehet megőrizni, sőt dúsítani a Quimby egyedülálló zenei palettáját? Erre a kérdésre is választ kapott mindenki, aki szombaton este az Ichi-liget színpadára szegezte tekintetét és elmélyült a zenekar egyedi hangulatot sugárzó vizuális és lelki élményt nyújtó zenéjében. Összetévesztetetlen hangzásvilág, szövegszerűségében és kitörölhetetlen, ízig-vérig csodapillanatokat nyújtó időtlen élmény, Quimby. Jó pár évvel ezelőtt fedeztük fel, mikor ilyen nagymamák, nagypapák csillogó szemüvegekkel kapaszkodnak az első sorokban, és közben ott vannak fiatalok is, hogy többen ilyen generációkon átívelő zenekarrá váltunk. Ez így fokozatosan kellett nekünk is hozzászoknunk, tehát hogy ezt megszoktuk. Mert annak idején, amikor fiatalok voltunk mi is, akkor mindig az volt, hogy egy ilyen pár évvel fiatalabb közönség. Mi egyetemisták voltunk, akkor gimnazisták járt a koncertre. Mi kijöttünk az egyetemekről, akkor jött sok egyetemi buli. És az körülbelül egy ilyen a 2000-es évek közepén változott meg, hogy jöttek már így, vagy akkor érezhető volt, hogy már mi is korosodunk, és jöttek az idősebbek is, és most meg már nagyon sokan jönnek úgy, hogy a szüleiktől hallották a zenéket. Mi azt hittük, hogy végre megérkeztünk, jön egy újabb kanyar. Ikonikus dalok sokassága felettetve az emberöltönyi időt, ami megalakulásuk óta eltelt, mert bizony 33 éve annak, hogy a Dunaújvárosból induló csapat elindult, hogy felkavarja az állóvizet és tüzet hozzon a világra. A rock'n'roll az olyan egy kicsit, hogy a tudatosságot nélkülözi az elején. És a zene megmarad, de a tudatosság szép lassan bekúszik, ami persze nem baj. Az a lényeg, hogy bizonyos szenvedélyek örökre megmaradnak, mert az nem változik a testtel. Mert ugye a szenvedély vagy a vágy az ugye az elmében keletkezik, az örök. Hát azt hogy tudom kifejezni egy egyre bölcsülő testtel, az már egy másik kérdés. A tűz viszont benne van a ritmusban és a dallamban, és abban, hogy az ember a saját élményeit fogalmazza meg, a saját élményeit énekli el, kiabálja ki magából. A koncert hallatán nem lehet vitás, a Quimby egy olyan divat, ami továbbra is megmaradt értékesnek. Ha valaki végigéli velük koncertjüket, egyként megtalálja az eklektikát, az őrületet, a több rétegűséget, mindazt, ami a zenéjüket végig kíséri.